les 4 premiers chelis. Je vais vous les résumer. Szervusztok! Láttuk az első 4 chelis gyakorlatot. Sachant que l'important n'est pas de collectionner les mouvements, mais la qualité d'intention dans le mouvement. Tudjuk azt, hogy a legfontosabb az a minősége a mozdulatoknak, a figyelés a mozdulatokban, a minősége a figyelemnek a mozdulatokban. Az első mozdulat, ugye ez volt az első gyakorlat. A második, ennek ellentéte. A harmadik. Mindig próbáljuk meg nagyon érezni a kapcsolatot a két kéz között. Negyedik ennek ellentéte. A felhőkarok. A karoknak felhő könnyedsége van és könnyűsége. Az ötödik és hatodik chelis két gyakorlat, amelyek a vízszintes és függőleges irányokban dolgoznak. Karjaimat, minthogyha egy deszkára helyezném, melyen vízen lebeg. És mintha egy 8-as rajzolnék a karjaimmal, de vízszintesen. Miközben hátrafele mozdítom a súlypontomat, húzom ezt a kézzel deszkát. Ugyanaz a helyzet, hogy a karok igazából nem mozdulnak el egymáshoz képest, csupán a test. Egy olyan chelis gyakorlat, mely vág, mely hasítja a levegőt tulajdonképpen. Mikor előrefele mozdulok, a figyelmem a kar külső élére nyányul, jelen esetben a bal kar külső élére, mikor hátrafele mozdulok, a jobb kar külső élére irányul a figyelmem. De természetesen az egészre egyszerre. Hogyha függőlegesen mutatnám, a karok ezt a mozgást végzik. Ennek ellenkezője. Ennek ellenkezője a függőleges mozdulat. Mint hogyha csak egy ablaküveget tisztítanánk. Vagy a kezünket. Ez ugyanaz a vágó-hasító mozdulat, csak függőleges irányban. A figyelmem olyan, mintha egy késnek az éle, a figyelmem olyan, mintha a karom egy késnek éle lenne, mely hasítja, vagy kardnak, vagy szabjának, mely hasítja a levegőt. Mikor karom előre mozdul, természetesen
a karom felső éle az, mikor hátra a súlypontommal, természetesen a kar hátsó éle. Ez a szabja vagy kard. Próbáljuk megérezni, hogy amikor a két kar találkozik, majdnem, minthogyha két mágnes találkozna, és egymást, mintha taszítanák. Először hívják egymást, majd taszítják egymást. Kinyújtózunk, és összegyűrtjük az erőket. Összesűrítjük az erőket. Majd kinyújtjuk, kiszélesítjük, kitágítjuk ezt az erőmezőt. A hetedik és nyolcadik gyakorlat szintén párban vannak. Ez a teknős, amelyik kibújik a vízből, úgy hívjuk ezt a gyakorlatot. Mint az előző gyakorlatban, kezemet viszintesen helyezem. Húzom hátra. A teknős feje elmerül a vízbe. Majd kibukik a vízből. Elmerül a vízbe. A képzelt deszkalap alatt, melyet a két karommal hátra húzok, majd kibújik a vízből. A teknős ezzel az egész hátsó, a vállak egész hátsó részével, a gerinc egész hátsó részével emelkedik ki. Nem a fej mozdul, hanem az egész test, egész gerincoszlop, csípő és a súlypont áthelyeződik. Próbáljuk megérezni, hogy hát, mintha kicsit hátra esnénk a csípővel, abban a pillanatban a kezek könnyedén felemelkednek. És a teknős bebukik, és kibújik a vízből. A kezek nagyon erős kapcsolatban vannak egymással. Nem zártak az ujjak, és nem teljesen nyitottak, hanem minthogyha az előző alkalommal említett baseballlabdát vagy egy dinnyit tartanék a kezeim között. A karok nincsenek nagyon behúzva, nincsenek túlságosan kinyújtva, természetesen működnek. Ennek ellenkezője az ostor nevű gyakorlat. Az én karjaim, minthogyha előre csapnának. De ez a mozdulat a lábakból ered. Nem a karokból, a lábakból. Eltúlzom a mozdulatot. Eltúlzom. Érzékelhetőbb legyen. Lábból jön a mozdulat, és előre kivetődik. Mint hogyha fognám ezt az egész mozdulatot, és előre elengedném. Mint egy ostor. Nem csak a kéz, az egész test dolgozik. Ne felejtsük el, hogy a legfontosabb az a figyelem,
amit a mozdulatba építünk, a mozdulatot, azzal a figyelem, amivel a mozdulatot csináljuk, és nem az, hogy hány mozdulatot csinálunk meg egyszerre vagy egy nap. Merci. Nagyon köszönöm.